Szeretném fölkérni a Párkányi Városi Művelődési Központ vezetőjét, hogy kezdje meg a jelen konferenciát. Köszönöm. Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai konferencián. Én átadnám előre a szót a kolléganőmnek, Horváth Ágnesnek, aki a projektmenedzser, és ő fogja felvezetni és lefejtetni ezt az egész konferenciát. Szép jó napot kívánok én is mindenkinek, tisztelt résztvevők, köszöntöm Önöket a Fürdővárosok találkozójának online konferenciáján. Horváth Ágnes vagyok, a Párkányi Művelődési Központ munkatársa, és rám esett ez a megtiszteltető feladat, hogy ezt a mai napot levezényeljem. A mai konferencia az Interreg VA szlovák-magyar együttműködési program kis projekt alapjának keretén belül valósul meg, és ez a találkozó projektunk harmadik állomása. Engedjék meg, hogy köreimben üdvözöljem a Budapesti Művelődési Központ minden munkatársát, személy szerint jelen, aki velünk van, Bakó Krisztián, és a későbbiekben természetesen találkozunk majd még a Budapesti Művelődési Központ igazgatóúrával, Marsi Lászlóval, illetve Mar Dániellel is, aki szintén a későbbiekben csatlakozik hozzánk. Nagy-nagy örömünkre szolgált, hogy felkérésünket elfogadták szakmai előadóink, személy szerint Szűcs Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT vezérigazgatója, Somogyi Gábor, a Dunaszerdahelyi Thermal Park igazgatója, Tóth Tamás, a Büki Művelődési és Sportközpont könyvtárigazgatója, és Németh Lívia, a Párkányi Vadas Thermal Resort marketing menedzsere. Végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek a Párkányi Művelődési Központ igazgatóját, Julius Gyászkát, akinek ezennel visszaadom a szót, hogy üdvözölje Önöket, és megnyissa a mai konferenciánkat. Köszönöm szépen! Akkor még egyszer sok-sok szeretettel köszöntök minden résztvevőt. Ez a konferencia a Interreg pályázatok keretén belül az élő városok formálódó közösségek keretében került sorra. Ahogy kolléganő mondta, Julius Gyászka vagyok, 2016-tól vezetem a művelődési központot itt Párkányba. De ezelőtt is már sok éven keresztül a kultúra terén tevékenykedtem. A Párkányi Városi Művelődési Központ teljes egészében befedi a város kulturális életét. A művelődési központ részét képezi a kultúrház, van egy galériánk, a Városi Múzeum, aztán egy nagyon szép mozink, a Danubius mozi, és a nyári hónapokban mi szervezzük a műsorokat a Sétáló utcán is. És még azt is szeretném megemlíteni, hogy a város megbízásából a Művelődési Központ adja ki a város havilapját is. Amikor a Budapesti Művelődési Központ munkatársai megszólítottak bennünket ezzel a partnerségi lehetőséggel, hát ez egy elég nagy kihívás volt számunkra, mivel első látásra úgy tűnt, hogy egy nagyváros és egy kisváros kultúrája merőben eltér egymástól. De a kultúra célja és a kulturális események megvalósításának módja azonban ugyanazon az alapon nyugszik, és a legfontosabb, és a legfontosabb ebben a munkában az, hogy a kulturális élményt biztosítsuk az emberek számára. Úgy gondoltuk, ezen a téren sok tapasztalatot szerezhetünk partnerünktől, de viszont mi is be tudjuk mutatni Párkányváros nagyon gazdag kultúréletét. Mivel mindkét város fürdőváros is egyben, nagyon fontos számunkra a kulturális tevékenység megszervezése nem csak a lakosok, de főleg a turisták és a város látogatói számára. Különösen itt a nyári hónapokban, a turista szezonban. Az utóbbi években mindinkább előtérbe kerül a kultúra és a gazdaság összekapcsolása,
amely leginkább a különféle fesztiválok és kézműves vásárok alkalmával kerül megvalósításra. Erre a legmegfelelőbb időpont épp a nyári időszak, amikor a turistáknak is be lehet mutatni a helyi sajátosságokat és értékeink, hagyományaink megismertetésével visszacsalogatni őket aztán városainkba. Örülök, hogy meghívásunkat több fürdő és fürdőváros képviselői is elfogadták, és megosztják velünk gazdag tapasztalataikat a kultúra és a idegenforgalom összekapcsolása terén. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen a Párkányi Városi Művelődés Központ igazgatójának a bevezetőt, és azt gondolom, hogy itt el is kezdhetjük az online konferenciánkat. Szeretném felkérni Szűcs Ildikót, a Budapesti Gyógyfürdő és Hénvizei ZRT vezérigazgatóját, hogy tartsa meg szakmai előadását. Önnél szó. Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönjük szépen a kollégáim és a magam nevében is, hogy megmutathatjuk, hogy a Budapest Gyógyfürdői milyen módon készült itt az elmúlt időszakban, ebben az igazán nagyon nehéz pandémiás időszakban arra, hogy újra gondolja a stratégiáját, és önmagában hogyan és mivel várja majd a vendégeit akkor, hogyha a pandémiás helyzet ezt lehetővé teszi. Én megpróbálom akkor megosztani a prezentációmat. Egy fél pillanatot kérek. Sikerült, lehet látni, ugye? Köszönöm szépen. Én látjuk, köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen. Tehát szeretném megmutatni önöknek egy pici ízelítőként, hogy Budapest fürdőfővárosnak ugye egyedülálló fürdői, egyedülálló történelmi fürdői és létesítményei vannak. Egy kis hangulatot szeretnék most elindítani. Ez a 2020 novemberében elkészített Music Award díjkiosztónak a Széchenyi fürdőben történt felvétele. Azt gondolom, hogy hangulatidézésnek bőven elég volt látni ezt a gyönyörűséges fürdőt. Ha magáról a budapesti fürdő Budapestről, mint fürdőfővárosról beszélünk, akkor ezt lehet tudni, hogy 1937 óta van Budapest, egy Budapest fürdőfőváros, 1937 óta létezik. Tudnunk kell, hogy a világ legtöbb termálvíz kutyával rendelkező főváros, ez egy teljesen unikális történet, ami Budapesten van, hiszen öt olyan történelmi fürdőnk, épített történelmi fürdőnk is van, ami önmagában nem csak a gyógyvíze miatt, nem csak a gyógyhatás miatt, nem csak az ott elérhető kezelések miatt érdekes, hanem önmagában építészeti, historikus élmény nyújt azoknak a vendégeknek, akik hozzánk látogatnak. Maga a Budapest Gyógyfürdői, mint cég is azt gondolom, hogy teljesen egyedülálló. Nincs ilyen Európában, és a világon sem nagyon tudunk. Általában a fürdők önállóan működnek, egy-egy fürdő az önálló jogi személy, önálló vállalat, vagy önálló cégként működik. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT pedig 11 fürdőt üzemeltet összességében, és én azt gondolom, hogy ahogy itt a képek is mutatják, egy rendkívül sokszínű szolgáltatást tudunk nyújtani a vendégeink számára. Lehet látni, hogy a történelmi fürdőktől kezdve a strandokig, a modern fürdőkig és a modern wellness szolgáltatásig minden elérhető nálunk. Emiatt én azt gondolom, hogy teljes egészében másképp gondolkodunk stratégiában, másképp gondolkodunk jövőképben, mint azok a fürdők, amik esetleg önmagában egyedülállóak. Nekünk egy sokkal komplexebb, sokkal
sokszínűbb megoldást kell találni annak érdekében, hogy a vendégeket megnyerjük magunknak, és önmagában azt gondolom, hogy azt a vendégforgalmat, ami megjelent a 2010-es években, azt a pandémiás helyzetet követően is valamilyen módon vissza tudjuk állítani. Nagyon büszkék vagyunk arra, amit az imént is említettem, hogy 5 történelmi épített fürdőnk van, viszont amit szeretnék itt megmutatni, hogy önmagában a közösségi média is ezt valamilyen módon díjazta, hiszen 2021. januárjában az Instagram meghirdette azt, megnézte azt, hogy melyek azok a fürdők, amelyek a világon a lehető legtöbbet keresettek, legtöbbet kattintanak rá. És hogyha itt a bal ábrán, a, nekem ugye a bal kéz felé lévő ilyen világos kék ábrán megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy a világon gyakorlatilag csak Magyarországon és csak az általunk üzemeltetett 2 fürdő, a Széchenyi fürdő és a Gellért fürdő azok, amelyek épített fürdők. Minden más olyan, ami az Instagramon a lehető legkedveltebb fürdő, azok természetes fürdők, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is számunkra egyfajta komoly elismerést jelent, illetve egy lehetőséget, amit a stratégiában szeretnénk felhasználni. Maga a fürdők, az a fürdőkultúra, amit a budapesti gyógyfürdők is üzemeltetnek, az 3 dolgot foglal magában. Részben van egy páratlan természeti adottság, ugye a 16. században azt mondták, hogy a reumások mekkája, tehát azokra a mozgásszervi megbetegedésekre, amelyeket azt gondolom itt az elmúlt évtizedben kialakult kultúra egyre inkább növel, ugye az, hogy sokat ülünk, sokat vagyunk értekezleteken, kevés a mozgás adott esetben, tehát ennek a kezelésére azt gondolom, hogy abszolút alkalmasak azok a gyógyvizek, amivel mi rendelkezünk, de ezek a gyógyvizek ezen kívül nagyon sok mindenre alkalmasak, gasztroenterológiai kezelésekre, magának a gyógyvíznek a stressz kezelő hatása is nagyon fontos, tehát én azt gondolom, hogy ezt a fajta páratlan természeti adottságot hordozzuk. A másik, amit szeretnék kiemelni, az a szakmai tudás. Jelen pillanatban 850 kollégánk van, és minden kollégánk magasan képzett szakmai tudással rendelkezik, minden masszőrünk, akivel dolgozunk, gyógymasszőr, és azt gondolom, hogy az a fajta tudás, amit az orvosaink bírnak a balneológia ágán, az a fajta tapasztalat, amit az egészségügyi szakszemélyzet a balneológia ágán bír, az tényleg alkalmas arra, hogy egy elismert szakmai közösség gyógyítsa és kezelje azokat a vendégeket, akik hozzánk jönnek. 2017-ben készült egy reprezentatív kutatás, és azért hoztam elő a 17-es kutatást, mert azóta sajnos friss kutatás nem érkezett, ahol meg szerettük volna tudni, vagy meg szerette volna tudni a cég, hogy hogy is néz ki a hozzánk érkező vendégeknek az összetétele aránya. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon érdekesek az adataink, hiszen a 4 legnagyobb fürdőnkben, a Széchenyi fürdőben, a Gellért fürdőben, a Rudas fürdőben és a Lukács fürdőben ott látható, hogy a vendégeinknek a jelentős része több mint 60%-a külföldről érkezik. Ezért önmagában az elmúlt évben 2020-ban elindult COVID-fertőzés pandémiás időszak, az nagyon komolyan érintette a cég árbevételét és működőképességét, hiszen pláne a határok lezárásával gyakorlatilag elveszítettük a vendégeink jelentős részét. A Széchenyi fürdőben egyébként, ha megnézzük, ott a vendégeknek több mint a 90%-a külföldről érkezik, tehát azt gondolom, hogy a nagy történelmi fürdőink alapvetően az idegen forgalomra épültek. Ha megnézzük azt, hogy mely országokból, mely desztinációkból érkeznek a vendégeink, akkor lehet látni, hogy azért alapvetően Európa meghatározó, de jelentős például 7% fölött volt a Kínából érkező vendégeknek a száma, vagy ha a dél-koreai vendégeink is vannak,
Tehát azt lehet látni, hogy több mint 50 országból érkeznek hozzánk vendégek, ami részben a történelmi fürdőknek a historikus részéből, magából az épületek megtekintéséből fakadó élmény, más oldalról pedig nyilván a fürdőzés élménye. Az is érdekes egyébként, hogy mi a korosztály összetétel, mert hogy azt látszik, hogy a külföldiek körében sokkal erősebb a fiatalok részéről történő fürdőlátogatás, ahol a Magyarországra, Budapestre érkező fiataloknak a bakancs listáján rajta van, hogy meg kell látogatni akár a Gellért, akár a Széchenyi fürdőt, vagy akár mindkettőt, míg a belföldi vendégeink esetében ott alapvetően az látszik, hogy az 50 év fölötti korosztály a vendégünk, akik kimondottan nem feltétlenül, inkább úgy fogalmazok, a történelmi fürdőknek az élményét, az építészeti élményt keresik, hanem sokkal inkább a gyógyulást, a prevenciót, illetve a rekreációt. Az elmúlt 10 évben a külföldi turisták számára, ahogy mondtam, a műemléki fürdőink ilyen turisztikai attrakcióként voltak pozícionálva, és ennek alapján is működtek. Ha csak megnézzük most itt a Széchenyi fürdő, látható, ugye, amit az előbb a film is mutatott, itt volt olyan nap, ahol akár 6000 vendég is megfordult. A vendégek általában egyébként 2-3 órát töltenek a fürdőben, míg a magyar vendégeink közül, akik törzs vendégek vagy törzs közönségek közülük, nagyon sokan akár egész napot is a fürdőben töltenek. A turizmus vonatkozásában a fürdőink, ezek a történelmi fürdőink alapvetően élményturizmus és eseményturizmust is tartalmaznak. Ahogy lehet látni, ugye a baloldali képen ott a beltéri részét mutatjuk a Rudas fürdőnek, bocsánat, ez a Széchenyi fürdőnek, míg a jobb oldali képen egy rendezvénynek a képe látható. Nagyon régóta, több mint 10 éve, 15 éve megy a Sparti nevezetű rendezvény, ami kimondottan a fiatalok számára nyújt lehetőséget, szombatesti lehetőséget a Széchenyi fürdőben. Azt azért szeretném elmondani, hogy ezzel kapcsolatosan azért nagyon sok negatív kommentet is tapasztalhatott a társaság, és nagyon sok percepció, negatív percepció kötődött ennek a rendezvénynek a kapcsán a fürdőhöz. Ezen egyébként most szeretnénk változtatni, és magának a Spartinak a megrendezését, amit majd folytatni fog a cég, hiszen erre szerződése van abban a rendezvényszervezővel, aki egyébként ezt korábban elkezdte, de egy egészen más minőségben, más kulturális szinten szeretnénk ezt folytatni. A belföldi fürdőlátogatóinknak nagyon érdekes, hogy 80%-a budapesti. Tehát akkor, amikor azt mondtam, hogy a külföldiek bakancs listáján rajta vannak a fürdők, egészen érdekes, hogy a hazai turizmusban így a fürdők látogatása nem olyan erős, nincs meg abban ez a fajta affinitás, úgyhogy most éppen a turizmus újraindulása és majd Magyarországon is a belföldi turizmus újraindítása kapcsán emiatt nagyon komoly marketing akciót szeretnénk elindítani, hogy a hazai fiatalok számára is ez a bakancs listára való felkerülés teljesen természetes legyen. Azt is lehet látni, hogy még a környező Pest megyei településekről is viszonylag szűk a hozzánk látogató köre, tehát ebben nagyon sok teendőnk, nagyon sok tennivalónk van. Ha megnézzük a fürdőinknek nem az idegenforgalmi részét, hanem az egészségprevenciós és rekreációs részét, akkor egészen érdekes a statisztikát lehet megfigyelni. Ugye itt a grafikon azt mutatta, hogy nézett ki az elmúlt 10 évben, vagy az elmúlt 20 évben, inkább mert ugye 2000-től indult, az elmúlt 20 évben a gyógykezelések igénybevétele és annak az alakulása, illetve önmagában ez az úszoda wellness forgalom, ez azt jelenti, hogy akik bejöttek a fürdőbe, akik fürdőjegyet vettek, vagy fürdőbelépőt vettek. Lehet látni, hogy önmagában a belépőknek az aránya egészen fordított arányosan alakult a betegek gyógykezelést igénybe vevő vendégek arányával. Ugyanakkor azt is gondoljuk, hogy most
a jelenlegi pandémiás helyzetet követően maga a post-covid kezeléseknek a jelentősége egyre nagyobb teret fog kapni. Én láttam egyébként, hogy akár Szlovákiában, akár Bécsben is erre vonatkozólag készülnek a fürdők, mi is készülünk arra, hogy olyan post-covid kezeléseket biztosítsunk ide hozzánk érkező vendégek számára, ami segít annak az utóhatásnak a leküzdésében, ami akár mozgásszervi, akár a stressz oldaláról megjelent. És én azt is gondolom, hogy azzal, hogy az Európai Unió elfogadta talán a múlt héten az EU for Health című programját, ami egy több mint 5 milliárd eurós program, amiben azt mutatják be, hogy az egészségnek, a prevenciónak és a rekreációnak milyen fontos szerepe lesz a jövőre. Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy a balneológiának egy egészen új szerepe, vagy egy felerősödése az egy stratégiailag fontos kérdés lesz. A belföldi turizmusban nagyon sok eseményt bonyolítunk le, itt néhányat megpróbáltam megmutatni, strandok éjszakája, vagy strandfesztivál, vagy akár bizonyos fürdőink esetében kimondottan a sportra koncentrálunk, és kimondottan ilyen sportcentrumként szeretnénk ezeket a fürdőinket, vagy ezeket a létesítményeinket használni. A stratégia megújítása kapcsán, amit 2020 őszén elfogadtunk, egy diverzifikálás irányába szeretnénk menni. Ennek pedig a fürdői alberend kialakítása az egyik alapja. Azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk minden fürdőnkre, minden létesítményünkre a megfelelő célközönséget, és tudjunk megfelelő módon üzenni a célcsoportoknak, ahhoz szükségünk van az albrendek kialakítására. Itt lehet látni, hogy 5 kategóriát alakítottunk ki. Vannak a történelmi fürdőink, a Széchenyi Aggyelét és a Rudas fürdő. Van a második kategóriában a gyógycentrum kategória, magát a Lukács fürdőt már korábban is nagyon sok gyógykezelést végeztek a Lukács fürdőben, de az itteni fejlesztéseket egyértelműen abba az irányba szeretnénk tolni, hogy a Lukács fürdő egyfajta gyógycentrumként működjön a jövőben. Vannak a strandi jellegű fürdőink, ahol tulajdonképpen vannak beltéri egységei is ezeknek a fürdőinknek, de alapvetően a forgalom jelentős része azért mégiscsak a strand szezonban jelenik meg, ez a Paskála Palatinus, a Pest-Erzsébeti Jódos fürdőnk, és maga a Csillaghegyi fürdőnk, ami egyfajta sportcentrum. Van 2 olyan fürdőnk, a római és a pünköst fürdő, amelyek csak nyáron tudnak üzemelni, ezeknek nincsen 12 hónapos, tehát 4 évszakos működés, és van egy pici fürdőnk, egy helyi jelentőségű, ez a Dandár fürdő. A stratégia kapcsán egy nagyon erős célcsoport pozicionálásra is törekszünk, meghatároztuk minden egyes fürdőnknél, hogy melyek azok a célcsoportok, családosok, egyedülállók, idősebb, gyógyulni váró vendégek, stb. Tehát ebben nem szeretnék most részletesen belemenni, de egy fontos üzenetünk van, hogy a célcsoport pozicionálás mellett szeretnénk megjelenni mindenképp a prémium kategóriás fürdővonalon, és olyan szolgáltatásokat szeretnénk kialakítani, ami akár a hazai, akár a külföldiek számára, külföldi vendégek számára ténylegesen prémium kategóriát nyújt. Itt ezen a képen lehet látni, a Széchenyi fürdőben kialakítottuk már és felújítottunk egy jelentős részt, egy private spa nevezetű részt, ahol nagyon exkluzív szolgáltatási körben tudnak pihenni a fürdőt látogatók, és vehetnek igénybe különféle kezeléseket. Szeretnénk erősíteni, ahogy mondtam, a post-covid szolgáltatásainkkal, illetve a private medical spa szolgáltatások kialakításával, ami azt jelenti, hogy a korábbiakban a gyógyszolgáltatásokat alapvetően az államilag finanszírozott egészségügyi szolgáltatások ágán biztosítottuk, de szeretnénk erősíteni, ahogy Magyarországon a magánegészségügy fejlődik, erősödik, ugyanúgy szeretnénk erősíteni ezekben a magánegészségügyi szolgáltatásokban a balneológia ágán is.
Szeretnénk tovább pozícionálni rendezvényhelyszínként is a fürdőinket. Itt ez például a Rudas fürdőnek az élménymedencéje, ami kimondottan alkalmas 25-30 fős baráti társaságok számára különféle ilyen exkluzív rendezvények, akár egy legénybúcsúztató számára, vagy akár egy születésnapi rendezvény számára. Ezeket az egyedi rendezvényhelyszíneinket szeretnénk most újra pozícionálni és értékesíteni, hiszen magához a több lábon álláshoz, a cég működőképességéhez ez is jelentősen hozzájárul. Szeretnénk az eseményturizmusban is fejlődni, ennek két fontos része van. Egyrészt vannak unikális attrakcióink, ez például itt a bal oldalon a Gellért fürdőnek az ősforrása, amikor azt mondjuk, hogy olyan különleges, unikális lehetőségeink vannak a fürdőkágán, ami a hozzánk látogatók számára tényleg egyedi élményt tud nyújtani, illetve készülünk 2021-től a Széchenyi fürdőben egy olyan rendezvényel, ami egész Európában, és azt gondolom, hogy talán egy világszínvonalú olyan attrakciót fog majd tudni nyújtani, és tudva látogatókat ide vonzani, nem feltétlenül fürdéságán, hanem sokkal inkább az ott bemutatott rendezvényágán, ami bízunk benne, hogy egy komoly látogatói kört jelent a jövőre vonatkozóan. És akkor egy utolsó ilyen fontos információ, éppen tegnap előtt jelent meg egy friss belföldi kutatás. Ez a belföldi kutatás azt mutatta, hogy a bezártság után ugye a Magyarországon gyakorlatilag a fürdők be vannak zárva, tavaly több mint 4 hónapig voltunk bezárva, most 2020. november 11-től még mindig be vagyunk zárva, a gyógyszolgáltatásokkal fogunk indulni éppen jövő héten, hétfőn április 19-én, de hogy mikor tudunk teljes egészében kinyitni, az nyilván a kormányzati döntésektől fog függeni, de az látszik, hogy a Magyarországon lévő lakosság is szeretne már utazni, szeretne ebből a nagyon nehéz helyzetből valamilyen módon majd kitörni, és Budapestre is gyakorlatilag azt prognosztizálják a kutatások, hogy 1 millió magyar belföldi vendégre lehet számítani. Nekünk az nagyon jó hír volt, hogy a szabadidős tevékenységek köréből második helyen a fürdőt és a gyógyászatot említették a vendégek, úgyhogy készülünk ilyen szempontból a nyitásra. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogyha van kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok. Úgy látom, kérdés nincs, akkor nagyon szépen szeretném megköszönni Szűcs Filippo vezérigazgatónak ezt az igazán értékes, hangulatos és tartalmas előadást. Tényleg gyönyörű az a nekfürdői minden egyes része. Továbbá most szeretném megkérni Somogyi Gábor urat, aki a Dunaszerdahelyi Termalpart igazgatója, és aki egy rövid betekintést nyújt többek között a Győr és Dunaszerdahely kulturális és idegenforgalmi együttműködést is hivatott elősegítendő működésüket. Tisztelt Somogyi úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm. Rövid bevezetőként a témaválasztáshoz, ugye, ha jól tudom, a konferenciának az egyik célja az, hogy Szlovákia és Magyarország között intenzívebb együttműködés jöjjön létre, és én úgy gondoltam, hogy ezt talán egy múltbéli jó példánnal legcélszerűbb bemutatni, úgyhogy én nem a fürdőről fogok beszélni, hanem elsősorban erről a projektről, aminek az eredete 2015-ös évre nyúlik vissza. Egyelőre kis türelmet kérek mindenkitől, várjuk Somogyi urat vissza, lehet, hogy technikai probléma van. Egy kis türelmet.
Somogyi úrnak vagy elment az internet kapcsolata feltételezhetően. Egy pillanatra arra gondoltunk, hogy lehet, hogy meg akar valamit nyitni, és egy nagyobb fájl, amit a gépe nem tudott kezelni, lehet, hogy erről van szó. Szóval én közben figyelem, hogyha ő visszaér, akkor visszaengedem, beengedem, és akkor tudunk vele tovább menni. Én azt javaslom, jó, még nem, azt javaslom, hogy a Tóth Tamás előadására tudnánk esetleg tovább mozdulni, és visszatérünk a Somogyi úrhoz, amint ő vissza. Vagy Tamás után. Jó? Jó, akkor köszönöm. Maradjunk annyiba, hogy akkor következik Tóth Tamás, aki a Büki Művelődési és Sportközpont, illetve Köntár igazgatója, aki Bükk és Bükködő helyzetéről tartja meg jelen esetben az előadását. Kedves Tóth Tamás, akkor ön következik. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Nem tudom, jól hallatszom-e, meg jól látszom-e. Hát én vagyok a Kakukk Tojás itt a fürdővezetők, mert hiszen nálunk gyógyfürdő vagyunk, fürdőváros vagyunk. Ugye Boros László Attila vezérigazgató úr hivatott a fürdő dolgaiban nyilatkozni. Igazából talán annyit, hogy az elmúlt lassan 10 esztendőben, amióta én igazgató vagyok itt Bükön, elég szoros kapcsolat alakult ki a fürdővel. Ez olyannyira, hogy 2019-ig minden rendezvény, minden olyan nagyobb megmozdulás, amit mi szerveztünk, az annak része volt a fürdő is, tehát vittük be a kulturális programokat. És engedjék meg, ha sikerül, hogy én is egy keretbe foglalva a mondandómat egy kis reklámfilmmel kezdjük, ami kötődik a Budapesti Művelődési Központhoz, hiszen 2019-ben, ha jól emlékszem, igen, 2019-ben egy visegrádi pályázatos, visegrádi együttműködésben létrejött pályázatban nyertünk egy elég szép összeget. Az egyik általam, ne számomra nagyon kedves programra, ami hál' Istennek vonza a turistákat is Bükre, az Ethnofol forgatagra, hogy ami egy világzenei egyestés koncertsorozat, és a bemutató filmjét engedjék meg, hogy megosszam önökkel, ha sikerül. Csak hogyan... És közben Krisztiánt, hogy a YouTube-ot akarok bekapcsolni, akkor az hogyan sikerül? Hallanak, hallatok, Krisztián? Igen, hallunk, Tamás. Az nem a legjobb ötlet. Akkor jó, akkor nem mutatom be a filmet, de nagyon szívesen elküldöm mindenkinek. Jó, igen, megosztásba. A linket megosztott később velünk. Még egy gyors mondat, Somogyi úrnak akartam egy gyors setet írni, de ha már itt a szó, akkor megkérném egy kis türelemmel, hogy a Tóth Tamás előadása után önhöz visszatérünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. Jó, viszont akkor van egy prezentációnk, ami, hát amikor elkészült, 2019-ben, akkor azt gondoltam, hogy ez egy ilyen egyszeri alkalom lesz, aztán annyi olyan információ van benne, egyébként magáról az intézményről, a rendezvényekről, Bükk városáról, turisztikai és kulturális fejlesztés, vagy kultúrához kapcsolódó fejlesztésekről, hogy épp tegnap Lászlóval beszélgetve azt gondoltam, hogy egy kicsit rázba kell szedni, de kiderült, hogy nem kell, mert hála Istennek ezek, amik itt be fogok mutatni, ezek vagy már megvalósultak, vagy a megvalósítás valamilyen fázisában vannak. Amit látnak, ez egy 2013 óta folyó rendezvénysorozat, és elsősorban az volt a célja, akkor is jelenlegi polgármesterünk kérésének, iránymutatásának megfelelően, hogy a 3500 fős település kulturális élete az úgy legyen átalakítva, hogy adott esetben az ide látogató turistáknak is, vendégeknek is, legyen az magyar vagy külföldi, de érdekes lehessen. Ezért jött ez a Kultur Wellness, a Büki Kultúrkúra nevezetű
rendezvény sorozat, ami 2013 áprilisában indult, és hát egészen tavaly márciusig töretlenül is szerveztük évről évre nagyobb látogató számmal. Hát sajnos a pandémia az mindig, az nekünk is közbeszólt. Mennyire? Hát a Budapesten érezték a turizmus visszaesését, akkor azt mondom, hogy egy picivel voltunk jobb helyzetben talán, mint Budapest. Itt a nyári időszakban tavaly azért a turistákat, főleg a magyar turistákat ugye sikerült megszólítani, Bükkfürdőre csábítani, viszont ez a november 11-ei óta lezárás, ez nagyon érezhető, itt is a fürdő zárva van természetesen, és a programjainkat, amit tavaly márciusban le kellett, hogy fújjunk, az az idén sem folytatódhattak ebben a formában, majd el fogom mondani zárásként, hogy mit találtunk ki, és mire készülünk a zárás, a feloldása után. Röviden, 2013-ban, 2012 óta vagyok itt igazgató, 2013-ban került hozzám az összes nagy rendezvény, ami már kint a fürdőn is volt szervezve, vállalkozók szervezték, minden évben más, meg lett pályáztatva, nem volt folytonosság benne, alul volt szervezve, mindent el lehet mondani, profitorientáltság volt a lényeg, és hát inkább a szégyene volt a településnek a fesztiválunk, mind az érdeme. Úgyhogy ebben nagyon belenyúltunk, és ebben nagyon sok segítséget kaptunk nagyobb fesztiválok szervezőitől. Ahogy elmondtam, koncepció nélküliség, rossz gazdasági terv volt, rossz marketing terv volt, semmi üzenete nem volt, és csak a profit volt fontos. Ezt kérdőjellel írtam fel, mert nem tudom, hogy mit szedtek be azokból a rendezvényekből. Na ezzel az akkori TDM-mel, ami ugye tavaly itt is átalakításra került, konkrétan nagy rész mind a fürdőhöz került, a Turinform iroda ugye az egységesítés szellemében. Az akkori TDM-mel közösen marketing tervet állítottuk fel, és elkezdtük egy olyan koncepciót kidolgozni, aminek az volt a célja, hogy egy minőségi fesztivál, egy minőségi kultúra közvetítés az a helyi közművelődést is erősíti. Teljesség igénye nélkül az itt felsorolt rendezvények, akár a régi hagyományos rendezvények mellé 2013 után fokozatosan behoztunk új programokat, és 2013-ban már mi szerveztük az akkor háromnapos, jelenleg, vagy 2019-ig pedig, de 2015 és 2019 között pedig hatnapos fesztivál szervezését, ami kicsit gasztronómia is, vagy nagyon gasztronómia és kicsit művészeti fesztivál volt. Elmondtam az előbb, hogy miért kellett változtatni. Hál' Istennek sikerült, azt gondolom, hiszen a látogató számunk a kezdeti 1200 főről olyan 4500-6000 fő napi látogatóra változott. Célunkat elmondtuk, a fürdővel való együtt gondolkodás az most egy kicsit megragadt, de én ezt a pandémiának tudom be, hiszen nagyon nehéz helyzetben van a fürdő, mind a mellett, hogy nagyon sok fejlesztés folyik. Tehát a régi konferencia központ bontása és annak a helyén egy nem látogató központ, egy élményközpont felépítése, vagy akár egy infrastruktúrális fejlesztés, hiszen egy nagy arányú szennyvízrekonstrukció folyik a Düki gyógyfürdőbe. Arculatváltozáson mentünk át, és mindenhova megpróbáltuk olyan elemeket találni, ami érzékelteti, jelzi a rendezvényeinknek a tartalmát, meg egyediséget is ad neki. És egy-egy kép a programokról. Na és amiről nagyon fontos, amiről szeretnék beszélni, és amire Párkányi kolléganők és Lászlóék is felkértek, az a fejlesztések. Amit látni fognak, az egy közel 6 milliárd forint értékű fejlesztés, ami 2018 és 2023 között valósul meg,
Amit feketével jelölök, az nem valósult meg. Látni fogják egyetlen egy pályázat, amit a település nem vállalt be. Ez pont engem érintett, egyébként egy energetikai fejlesztés. Nagyon sok olyan dolgot kértek benne, amit értelmetlen lett volna megcsinálni, ezért a város tavaly visszaadta. Ami zölden van, az megvalósult, és ebben nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az egy EFOP-os pályázat kivételével ez mind olyan infrastruktúrális fejlesztés, aminek van kulturális kihatása. Ha csak az ASP rendszerhez való csatlakozás is, mondjuk ezt szoktam negatív példának említeni, mert a könyvelési rendszerünk az egy irtózatosan átgondolatlan és rossz, ezért is próbálunk most non-profit Kft-ként üzemelni majd ősztől. Ami nagyon fontos, a TOP 11115 VS1 pályázat iparterület fejlesztése. Kérdezhetik, hogy ennek mi köze van a turisztikához, és mi köze van a kultúrához. Két lábon áll bükk, az egyik az ipar, a másik pedig a turizmus. Az ipar részéről ugye maga a turizmus iparűzési adó bevételeiből, illetve a Nestlé cég iparűzési adó és egyéb adó bevételeiből. Talán a hírekből hallották, hogy az idén, vagyis hát tavaly ősszel egy közel 60 milliárdos beruházást indított el a Nestlé Purina büki gyára. Ennek a bevezetése volt ez a több mint 800 milliós beruházás, vagy a település iparterületet alakított ki, ami azért is fontos, mert ez a beruházás elindult, ez már az idén évvégén termelni fog, ez jövőre az adóbevételekbe látszódni fog. Tehát ha pedig több az adóbevétel, akkor a város többet fog turisztikai célú beruházásokra költeni, ha csak el nem veszik a várostól, illetve több jut programokra. Legalábbis terveink szerint. Jó hír, hogy éppen tegnap este hívott polgármester úr, hogy készítsünk koncepciót az újraindulásra, amit hál' Istennek nem kellett, mert megvan, én is küldtem neki, úgyhogy remélem ez már jót jelent. Vízrendezés, ami nagyon fontos volt a településen, hiszen ha a föld alatt nincs rendben semmi, akkor az nagyon sok pénzbe kerül, hogy rendbe rakjuk. Ennek az első üteme be is fejeződött már, hál' Istennek, már kisebb munkák lesznek a második ütemben, kisebb utcák rákapcsolása a nagy rendszerre. Ami folyik, és ami elkezdődik most májusban, az élményteli gyógyhely, ahova több forrást is kapott már a település. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Bükkfürdő település részen, a gyógyfürdő bejáratánál előtt egy óriási multifunkcionális tér kerül kialakításra, amely hát a hétköznapokban egy sétáló utca, egy azon felépített szolgáltatóhelyiségek, tehát cukrászda, illetve oda kerül a Turinform iroda, és oda kerül a mi látogatóközponttal összekötött könyvtárunk. Tehát megint egy olyan beruházás, aminek van kulturális aspektusa, illetve szórakoztató aspektusa. Folyik egy pályázat, egy EFOP-os pályázat az önkormányzatnak, ez inkább a hölgyeket célozta meg, egy 200 milliós pályázat nők társadalmi elfogadottságának elősegítése lépcementi turizmusban. Ebből a pályázatból nagyon sok rendezvényt tudtunk megszervezni, már 2019-ben, illetve a tavalyi évben is, amíg nyitva lehettünk. Most zárultak a rendezvények, most pedig az utolsó etapot pedig már online csináltuk meg, hál' Istennek nagy sikerrel, tehát Paja Bea koncertjét több mint 2000-en nézték meg. Ugye ezek ingyenes koncertek voltak a pályázat miatt. Még egy infrastruktúrális fejlesztés Bükön, Kossuth utca felújítás, ez a fő utca, és akkor egy-egy látványkép, hogy fog ez a tér kinézni. Elméletileg május 15-e környékén kezdődik a beruházás. A vízfeltörésre, ugye az jövőre 60 éves a fürdő, arra készül egy műtárgy, egy fúró toronyszerű kilátó, ami hát remélem jól fog működni. Terveink, nagyon nagy terveink vannak velünk, mint ahogy Ildikó elmondta, hogy a
budapesti fürdőben mit szeretnének, mi ott a fürdő előtt szeretnénk nagyon jó kis hangulatos rendezvényeket, és már egy központi eleme lenne ez a lelátó. És az integrált városfejlesztési stratégia, ennek az első részét tudom megmutatni, a második részét polgármester úr még nem járult hozzá, hogy nyilvánosságra hozzam, hiszen most fogadták el nem olyan régen, de ennek alapján ment a település 2023-ig, és ugye most elkészült a 2021 és 2030 közötti település-városfejlesztési stratégia. Minden benne van egyébként, amit az előbb elmondtam. A lényeg az, hogy tehát nagyon sok pályázat van előkészítésben. Itt talán az egyik, amit ki szeretnék emelni, hogyha látják a dia alján a Bükk-Bő-Gór jóléti víztározó. Ugye ez benne is van a nevében, hogy ez nem gazdasági, hanem jóléti víztározó lenne. Ez egy újabb 6 milliárdos turisztikai beruházás lenne, ami nem, szerintem nem gyengíteni, hanem éppen pont erősíteni a gyógyfürdő munkáját és a gyógyfürdő létét. Amint itt látják, különböző pályázatok már előkészítés alatt vannak, ugye jönnek ki az új topos pályázatok, aminek új neve lesz területi operatív programban, ezekre már mind megvannak a tervek, olyan szinten, hogy nem csak ötletben le vannak írva, hanem néhány beruházásnál, mint például a zöld közterületek fejlesztése, az aktív turisztikai szolgáltatások fejlesztése, ezek mind elő is vannak készítve, tehát a tervek, a késztervek meg vannak hozzá. Ami nagyon fontos, és egy kicsit visszacsatolnék a rendezvényekre, és ehhez nincsen dia, ugye a tavalyi év az mindannyiunknak egy fekete év volt. Minden munkánk, amit addig beleraktunk, hiszen aki rendezvényt szervez, az tudja, hogy előtte egyiknek vége van, a másikat el kell kezdenünk szervezni. Lehet azt mondani, hogy könnyes szemmel dobtuk ki a terveinket. A nagy rendezvényeinket, Etnofog forgatagot, Arató ünnepőt, Gyógybornapot mind átszerveztük, átalakítottuk, egy még nagyobb tartalommal töltöttük volna meg, és hát egy kicsit előrelátók is voltunk, mert azt veszük észre, hogy pályázati pénzt, pályázati összeget ingyenes fesztiválra már nem lehet lehívni. Tehát egy forrás megszűnőben van. Át akartuk alakítani a fesztiválunkat belépős fesztiválra, hogy fenntarthatóbb legyen. Erre megvolt a szándék mind a fürdő részéről, hiszen a fürdő adja területet hozzá, megvolt a szándék a város részéről. Ami beleütköztünk, az sajnos az intézményi létünk, hogy nem tudunk egy cégként üzemelni, ugye, ami nagyon fontos lenne. A másik pedig, amiben beleütköztünk, az maga a pandémia, hogy mindent lezártak. Tehát a mai idei évben sokan kérdezték, hogy miért nem lesz nyáron nagyobb rendezvény. Hát azért, amit Ildikó is mondott, hogy nem tudjuk, hogy mikor nyithatunk, és nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel nyithatunk. Illetve, ha szervezhetünk, nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel szervezhetünk rendezvényt. Nagyon szeretnénk legkésőbb a nyár végén, ősz elején, tehát az úgynevezett utószezonban visszahozni a fesztivál hangulatból egy kicsikét. A terveink megvannak rá, most jelenleg a pályázati szakaszban vagyunk, nagyon sok pályázatot adunk be hozzá, illetve hát úgy néz ki, hogy a városvezetés részéről is, amennyiben megérkeznek azok a támogatások, amiket várnak, akkor ők is támogatni fognak minket. Szeretnénk azt, hogy a 2019-ig töretlen együttműködés a fürdő, a város és az intézmény között fennmaradjon. Szeretnénk azt hinni, hogy egy eleme vagyunk Bükkfürdő népszerűségének, tehát abból a tortából egy részhez mi is hozzájárulunk, hogy népszerű legyen a fürdővárosunk, és méltán öregbítsük azt a jó hírnevet, amit akár a budapesti gyógyfürdők, akár az ország többi gyógyfürdője kiharcolt magának Európában és a világban. Úgyhogy mi is várjuk vissza a vendégeket. Hát én azt gondolom, hogy az idén a magyarok lesznek túlsúlyban. Ugye azt talán Budapesti Művelődési Intézetben László és kollégái meg tudják erősíteni, nagyon erős nálunk a cseh vonal,
Ugye ezt mi próbáljuk is erősíteni, nem csak azzal, hogy minél több cseh vendéget hozunk ide, hanem azzal is, hogy a cseh kapcsolatokat, illetve a, hát hogyha kialakul, remélem a szlovák kapcsolatokat, a felvidéki kapcsolatokat is erősítsük, hiszen nagyon szeretnénk kulturális téren is ezeket a meglévő történelmi kapcsolatokat egy kicsit úgymond turisztikai forintra váltani, hogy többen jöjjenek ide. Ehhez mi azzal szeretnénk hozzájárulni, hogy minőségi rendezvényeket, minőségi kulturális rendezvényeket és minőségi gasztronómiai rendezvényeket szervezünk, már egy új struktúrában, hiszen a célom, ugye nekem lassan lejár itt az előadásom ideje is, és az igazgatói kinevezésem is az év végén, de egy olyan, ha már felkértek a város részéről is, hogy hát pályázat még egyszer egy feltételt szabtam, hogy non-profit Kft. Formájában dolgozunk tovább, hiszen azt gondolom, hogy a pályázati lehetőségeket, a mindenféle lehívható állami és nem állami pénzeket hatékonyabban tudjuk felhasználni egy nem intézményi rendszerben. Sajnos e felett én azt gondolom, hogy eljárt már az idő. Röviden, ha jól tudom, 15 percet kaptam, és elnézést, hogyha túlléptem. Röviden tövelen ennyit tudnék, hát órákat tudnék beszélni egyébként Bükkfürdőről, mert a tavalyi megtorpanás után, hál' Istennek úgy néz ki, hogy mindenhol tér vissza az élet. Én remélem, hogy a következő pénzügyi szektorban még többet, pénzügyi időszakban még többet tudok hozzátenni, hiszen most már 4 éve LIDER Egyesület elnöke is vagyok, ott is nagyon sok pénz van rendezvényre, és nagyon sok pénz van fejlesztésre, úgyhogy főleg vállalkozás fejlesztésre, úgyhogy bízom benne, hogy az elkövetkezendő 5 évben egy fellendülés, egy pandémia nélküli fellendülésnek leszünk tanulni. És nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, hogyha van kérdés, akkor állok elébe, és ha tudom, megválaszolom. És nagyon szépen köszönöm a régi jelszavunk, ahogy feldobhatjuk. Várjuk Önöket Bükkfürdőn, és köszönöm a figyelmet. Mi is nagyon-nagyon szépen köszönjük Tóth Tamásnak az értékes előadást. Igazán öröm volt nézni Bükk és Bükkfürdő fejlesztését, illetve fejlődését. Nem tudom, Somogyi úr visszaértért hozzánk. Igen, elnézést kérek az előző kis malőrért, de közben kiderült, hogy a szolgáltatónknál van valami probléma, és nem stabil az internet, és ugye 3-szor pottyantam ki idáig. Áttértem a mobilos verzióra, remélem, hogy ez kibírja azt a 10-15 percet, ami alatt a mondani valom végére érek. És akkor, hogyha megengedik, ott folytatnám, ahol abba hagytam. Tehát az én kis előadásom fókusza nem elsősorban a Dunaszerdahi termálfürdő, hanem egy picit szélesebb megközelítésben. Az a jó kapcsolat, és konkrétan egy sikeres pályázat, egy közös projekt Győr és Dunaszerdahely között, ami sok dolgot elindított, mondjuk így. Magának a projektnek a vezető partnere az Arabona EGTC volt, és a két fő résztvevő partner Győr és Dunaszerdahely városa, aminek a termálpark úgy volt egy integrált részese, hogy a termálpark területén található bányatónak is fontos szerepe jutott ebben a pályázatban, és közben én bekapcsolom a prezentációt, hogy néhány képet is tudjak ehhez mutatni. Ha minden jól megy, akkor ez látszik is. Tehát gyakorlatilag a kis projektünket úgy hívták, hogy Kultakrossz, ami egy picit a kultúrával, egy picit az idegenforgalommal és nagyon sokat az együttműködéssel szeretett volna foglalkozni. Kis technikai adat, ugye ez is egy Interreg által támogatott pályázat volt, és számszerűsítve az adatok, tehát egy 1 millió eurót nem elérő támogatási program volt, ami ötlet szintjén 2015-ben született meg, maga a megvalósítás az 19 végére, sőt a 20-as év elejére nyúlt át, itt is különböző problémák adódtak.
pedig még a korona krízis sem játszott bele a képbe. Ami viszont egy nagyon-nagyon jó hozadéka ennek a pályázatnak, aminek több lába van, az egyik legfontosabb és anyagilag is leghangsúlyosabb rész a termálpark területén található tó környezetének átalakítása, egy kulturális és idegenforgalmi hasznosításra alkalmas helyszínné. Ugye ez egy kis bányató volt, olyan kis poroskoszos, homokos, gyomos parttal, amit lehetett is használni, de inkább nem. És mivel Dunaszerdahelyen, tehát hasonlóan Bükkfürdőhöz, a látogatók első rendű szempontja az ide érkezésre az a mi termálfürdőnk, konkrétan a 2019-es évben fokozatos növekedésnek köszönhetően, tehát 5 év alatt szinte megdupláztuk a látogatóink számát, eljutottunk egy 450 ezeres látogatottságig, ami szlovákiai szinten a 7. helynek elegendő, de mindenképpen egy hangsúlyos növekedés sikerült elérni, amiben ez az eddig kihasználatlan tó nem igazán vette ki részét, viszont egy nagyon-nagyon érdekes és jó plusz attrakciót jelent jelen pillanatban a fürdőnkben. Ugye tavaly volt az első szezon, amikor ezt le tudtuk próbálni, és nagyon pozitív volt a megítélése. Sőt, a tó az természetes fürdőhelyén lett nyilvánítva, tehát fürdőzésre is alkalmas a nyári időszakban, és ez egy attraktív lehetőség a látogatóinknak. Amit látják itt az egyik képen, a tó alkalmas mindenféle vízisportok űzésére is, tehát vízibiciklizni, kajakozni, csónakázni lehet a tavon. És ami a képekből annyira jól talán nem látszik, tehát ez egy 3,5 hektáros tó, aminek a közepén van egy kis sziget, amire eddig nem lehetett eljutni, és úgy mindenki távolról szemlélte, és azon gondolkodott, hogy vajon mi van ott, de mi meg ezt egy elvesztegetett lehetőségnek láttuk, tehát a program keretében egy fahíddal összekötöttük a szigetet a tóval, és nagyon komoly terveink vannak azzal kapcsolatban, hogy ezen a szigeten mit lehet még csinálni. Tehát gyakorlatilag ez a projekt szándékoltan is egy első lépés volt egy folyamatban, aminek távlatilag az a célja, hogy kinyitott egy kaput, kinyitott egy lehetőséget, amire szeretnénk még építeni. Mint említettem, ez volt az infrastruktúrális része a pályázatnak a szlovák oldalon, a magyar oldalon Győr városa rendezvény szervezéshez használható ilyen kis faházikókat vásárolt ennek a projektnek keretében, ami azóta számos győri rendezvényen megjelent, és gyakorlatilag segít abba, hogy ezek a rendezvények flottul és jól működjenek. És hogyha áttérünk magára az együttműködésre, ami az épített vagy megvásárolt technológián és eszközökön túlmutat, ennek legjelentősebb része egy úgynevezett kulturális akciócsoport létrehozása volt, aminek fő célja az volt, hogy az idegenforgalomban és a kultúrában valamilyen szerepet betöltő szereplők mind Győrben, mind Dunaszerdahelyen formálisan is közel 20 alkalommal találkoztak, és ami a legnagyobb meglepetés ebben az elején volt az, hogy mi minden itt vagyunk, gyakorlatilag nagyon hasonló dolgokat csináljuk, de mégsem ismerjük egymást. Hát ennek a számos találkozónak köszönhetően azt lehet mondani, hogy sikerült megismerni egymást és egymás lehetőségeit. Amit én egy nagyon jó dolognak tartottam, hogy maga a kulturális akciócsoport az gyakorlatilag végig látogatta a csoport résztvevőit, tehát mindenkinél tartottunk megbeszélést, és amellett, hogy beszélgettünk hasznos dolgokról, meg is ismertük tényleg fizikai valójában is azt, hogy a másik partner mit kínál, és ennek számos pozitív hatása volt a későbbiekben. Többek között közös programokat is szerveztünk, vagy talán még inkább elmentünk egymáshoz és bemutatkoztunk, tehát számos olyan kulturális és egyéb program volt, de például a Győri Állatkertnek volt bemutatója a Dunaszerdahelyi Termálfürdőben az ide látogató vendégek számára, sőt még a végén olyan együttműködés is született belőle,
belső igényből fakadóan, hogy saját alkalmazottjainknak gyakorlatilag valamilyen formában, hogy úgy mondjam, jegyet cserélve, tehát terméket cserélve a saját kollégáinkat teregettük a másik intézménybe, hogy milyen jó dolgok vannak ott, menjenek és fedezzék fel, és nézzék meg. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon zseniális dolog volt, ami nagyon jól működött, és a projekt végeztével sem állt le. Tudjuk, hogy az elmúlt év az nem egy hivatkozási alap, hiszen sok dolog korlátozottan, vagy még úgy sem tudott működni, és természetesen erre ez is rányomta a bélyegét, de én úgy gondolom, hogy ennek ellenére ez egy nagyon hasznos dolog volt. Amit még közösen abszolváltunk, és én azt is nagyon tanulságosnak tartottam, az egy tanulmányút, ahol az osztrák Linz és Český Krumlov példáján próbáltuk vizsgálni azt, hogy ugye ők hogyan működnek határon átnyúlóan, úgyhogy nem egyenlő partnerek versenyéről beszélünk, hiszen Dunaszerda egy 20 000-es, 23 000-es város, ami egy Győr mértékű központhoz képest anyagi erőben, lehetőségekben azért jóval távolabb van, és egy picit ugye ez a Český Krumlov-Linz párhuzam ilyen szempontból szintén érdekes és hasznos volt, és hát megpróbáltuk ebből is, amit csak lehet áthozni és beépíteni a gyakorlatba. Ami még létrejött, nagyon gyorsan eljutottunk oda, hogy az egyik közös célunk az az, hogy egyrészt ne féltsük egymástól a turistát, hiszen a turista nem hülye, és a turista, ha Győrbe érkezik, ha Dunaszerdájére, ha van erre igény, akkor körül fog nézni a környéken. Tehát a mi szerepünk ebben az, hogy megmutassuk neki a lehetőségeket, és gyakorlatilag létrejött ennek köszönhetően egy weboldal, a Kultraktív weboldal, ami különböző túra lehetőségeket kínál az idelátogatóknak, és itt jellemzően igyekeztünk olyan túrákat is kínálni, ami a határ mindkét oldalát megmutatja az idelátogatóknak, de aki győri túrát szeretne, az is talál benne magának egy jó lehetőséget, aki dunaszerdahi túrát szeretne, az is ezáltal megtalálja magáét. Sőt, feldobtuk a labdát, hogy ha valaki szeretne egy saját túrát tervezni, és azt mások számára elérhetővé tenni, akkor arra is van módja ennek segítségével. Ez egy olyan dolog, ami szerintünk jól működik, de egyelőre nem sikerült olyan széles körben ismerté és elismerté tenni, amit szerettünk volna. Tehát ez is egy kezdemény, amin dolgozunk tovább, és már van egy folyópályázatunk, ami ennek a projektnek az elmélyítéséről szól, a kölcsönös bemutatásáról, és nagy hangsúlyt szeretnénk arra fektetni, hogy az információ az minél könnyebben elérhető legyen az ide látogatók, de akár a helyiek számára is, hiszen itt sokat beszélünk a turistákról, de hogyha a dunaszerdahelyi átmegy Győrbe, akkor ott ő már turista, sőt, még Dunaszerdahelyen is tud turista lenni, hogyha éppen ezt az oldalát tekintjük. Úgyhogy ez is egy olyan kezdemény, ami ennek a projektnek volt egy része, és utána tovább nőtte magát, és én annak örülök, hogy azt látom, hogy szinte minden dolog, amiben belekezdtünk, az újabb lehetőségeket, újabb projekteket, újabb együttműködést szült, amit remélhetőleg közösen tovább tudunk vinni, vagy akár még szélesebb körben, hiszen itt már felmerült időközben voltunk olyan megbeszélésen, ahol a szélesebb régió képviselői találkoztak a TDM-en keresztül, és ezáltal van arra esély, hogy ezeket a lehetőségeket egy még szélesebb körnek ki tudjuk nyitni. Sőt, ugye a mai konferenciánk neve a Fürdővárosok konferenciája. Mi itt ennek a projektnek a keretén belül természetesen nem tudtunk eltekinteni amellett, hogy a Csallóköz északi részének leglátogatottabb létesítményei szintén fürdők, tehát itt konkrétan a Nagymegyeri és a Dunaszerdei fürdőről beszélünk elsősorban, aminek van valamilyen szinten párja a magyar oldalon, tehát itt a győri, a Moson-Magyaróvár és a Lipóti fürdő az, akikkel mi felvettük a kapcsolatot, és hát gyakorlatilag
Lipót kivételével, akik valamilyen módon lemaradtak ebben a történetben, de a többiek azok megint csak a krízis helyzet kezdetéig 3-4 alkalommal sikerült találkoznunk és szakmai egyeztetést tartani. És itt is követtük azt a modellt, ami már korábban bevált, hogy minden egyes találkozó másik fürdőben valósult meg, és tehát konkrétan meg tudtuk nézni, hogy a másik az mit csinál, hogy csinálja, és egy nagyon hasznos szakmai fórumnak bizonyult. Úgyhogy én mindenképpen úgy gondolom, hogy ezt is lehet tovább vinni. Sőt, valahol én azt mondom, hogy ebből táplálkozva nőtte ki magát itt a szlovák oldalon a válsághelyzetnek köszönhetően a szlovákiai akvaparkok, strandfürdők és uszodák szövetsége, ami tavaly május végén, június elején alakult meg, és azonnal felvettük a kapcsolatot a magyar oldalon is, ahol itt ugye a Bükkfürdő igazgató ura a Magyar Fürdőszövetség elnöke, tehát azonnal volt is egy személyes találkozónk is, és azóta is igyekszünk velük egyeztetni, és hogy mondjam, bizonyos dolgokban tanulni egymástól, hát főleg ugye ebben a speciális helyzetben, amiben jelenleg találhatók vagyunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy ennek a projektnek a legnagyobb sikere nem csak az, ami megépült ennek köszönhetően, hogy itt egy pici támogatást tudtunk ebbe bevonni, hanem ez a sok jó dolog, ami emellett elindult, és hát mutatok egy rajzot, ami már egy picit a mi fejlesztésünk tovább gondolása. Ez az a sziget, amire, mint említettem, sikerült az átjutást biztosítani. Mi erre elkészítettünk egy jó kis projektet, ami úgy nevezzük, hogy ökosziget, tehát szeretnénk a strandon látogató vendégeknek itt a szigeten egy kis bemutatót tartani Csallóközről és Csallóköz növény, madár és halvilágáról. Tehát amit látunk, ezek a kis kanyargó utacskák, azok ilyen tanösvényként szolgálnának, és megmutatnák azt, hogy milyen őshonos növények és madarak és halak laknak ebben a régióban. Úgyhogy magából a növényekből számos található közvetlenül a szigeten, és a halakból pedig célzott telepítés által kb. 40 féle különböző őshonos hal található a tavunkban, és úgy látszik, nagyon jól érzik magukat. Úgyhogy mindenképpen erre is szeretnénk építeni. Egy olyan kis dologgal is készülünk, hogy mivel ez a sziget érdekes módon viszonylag magas, és Dunaszerdahely pedig és környéke nagyon lapos, ezért rájöttünk arra, hogyha mi ide építünk a sziget legmagasabb pontjára egy kilátót, aminek nem is kell magasnak lenni, azt hiszem ilyen 8-9 méterben gondolkodtunk, akkor nagyon messze ellátni szélese környéken, és gyönyörű kilátás nyílik magára a fürdőre, és a medencékre, és a tóra is, úgyhogy ebbe az irányba szeretnénk tovább menni, valamint a szigeten egy elkerített részen szeretnénk egy állatsimogatót létrehozni, amit úgy tapasztaltunk, hogy a vendégeink nagyon szeretnek. Eddig ezt úgy szoktuk csinálni, hogy egy-egy hétvégén, egy-egy napra érkezett ide egy ilyen kis lehetőség, most pedig szeretnénk egy állandó helyszínt itt létrehozni, ahol erre mód nyílik majd. És a mostanában nagyon népszerű vizes játszóterek mintáján szeretnénk egy kis vizes játszóteret létrehozni itt, hiszen szülőként mondhatom, hogy a szülő nagyon örül, hogyha a gyerek elfoglalja magát, de hogyha a játszótéren a tetőtől talpig összesározza és koszolja magát, annak már nem örülünk annyira. Itt viszont ugye egyrészt egy strandfürdőn vagyunk, tehát zuhanyozási, tisztálkodási lehetőségek vannak, másrészt jó eséllyel a gyerek egyébként is fürdőruhában van, tehát a lehető legkevesebb dolgot tudja magába összepiszkolni. Úgyhogy ez lenne a jövő, ez az, amin mi is jelenleg dolgozunk, hogy ezt a következő lépést meg tudjuk tenni, és hát olyan helyszínt hozzunk létre, ami sok jó dolgot tud mutatni, kulturális rendezvények helyszíne tud lenni, és hozzájárul ahhoz, hogy a fürdő népszerűsége tovább növekedjen. És hát
ugye ez már elhangzott, hogy valahol látszik a fény az alagút végén, és én ezzel is szeretnék búcsúzni, hogy hát remélem hamarosan véget ér, vagy ha nem is ér véget teljesen, de az online konferenciák mellett megnyílik annak a lehetősége, hogy akár személyesen is találkozhatunk, és hát mindannyian, akik szolgáltatást nyújtunk, nem csak egymást, hanem vendégeket is fogunk tudni fogadni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és természetesen, ha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Köszönjük szépen Gábornak az előadását, és kívánom továbbra is ugyanilyen sikeres együttműködést a két város között. Utolsó előadom Németh Lídia, a Párkányi Vadastermál Resort marketing menedzsere, aki az előadását városunk méltán híres üdülőközpontjáról, a Vadastermál Resort üdülőközpontról fogja megtartani. Kedves Lídia, ön minden szó. Jó napot kívánok, én is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök. Picit sajnálom, mert egyébként, hogyha jó idő lenne, akkor bizonyára kivittem volna a laptopot, és még ha online is, de egy kicsit élőben jelentkezhettem volna a termálfürdőbe, sajnos ezt az időjárás ma nem tette lehetővé. De hogy egy picit megosztam ezt a hangulatot, hogy hogyan is néz ki a vadas nyáron, én is készültem egy pici prezentációval is, meg egy kis videóval is, és ezt a videót szeretném megosztani, és remélem, hogy menni is fog. Úgyhogy fogadják sok szeretettel. Ez volt a mi kis promó videónk, és most már rátérek a prezentációra, aminek egyébként azt a nevet adtuk, hogy ezernyi élmény, és mindjárt el is mondom, hogy eljutunk oda, hogy miért is mondhatjuk, vagy bővebben kifejteném, hogy miről is szól a mi kis fürdőnk. Ezt eddig kitöm. Szóban azért bemutatnám magát a fürdőt, és remélem, hogy működni fog a lapozás is. Remek. Így néz ki egyébként jelenleg a termálfürdő, amely 30 hektáron napi 11.200 vendégnek kínál 13 medencében és 9.900 négyzetméternyi vízfelületen szórakozási és pihenési lehetőséget. 2019-ben a napi vendégek száma meghaladta a 236 000 főt,
a vendégészakák száma pedig majdnem 126 ezer volt, ami azért egy elég szép eredmény. A Vadasban elszállás volt vendégek ország szerinti lebontásban. Vendégeink mintegy 60%-a belföldről érkezik. Ezek az adatok egyébként 2019-esek, és sajnálom, hogy nem a 2020-as adatokat hoztam, de ez nem véletlen, ugye a COVID-helyzet eléggé befolyásolta egyrészt a vendégek összetételét is, és számát is. Az elszállás volt vendégek mintegy 32%-a érkezik Csehországból, úgyhogy elmondhatjuk, hogy a vendégeink 91%-a az egykori Csehszlovákia lakosaiból kerül ki, és ez egyáltalán nem véletlen, hiszen Termálfürdőnk története mintegy 50 évvel ezelőtt indult, és egy pár szlájdban bemutatnám, hogy hogy jutunk el a jelenlegi medencék helyén úszkáló kiskacsáktól, a jelenleg a medencékben úszkáló kis gumikacsákig. A Termálfürdő kezdetét a 70-es évek elejére tesszük, ugye 1973-ban történtek az első furatok, a Párkányi termálvíz egyébként 39,7 fokos, és minden medencénk termálvizes, és ezt a termálvizet hűtjük vissza az adott medencének típusától függően. Az építkezésre 1976 és 78 között került sor, mintegy 20 millió csehszlovák korona értékben, és az első számú, vagy a leginkább a kezdeményező fél, az a frissen alakult akkori délszlovákiai papírgyár vezetősége volt, akik a városba beköltözött igen nagy számú munkásságnak szerettek volna valamilyen formában pihenési lehetőséget nyújtani, és hát adott volt a Párkányi termálvíz, ennek kihasználtsága pedig csak rajtuk múlt. Maga a nyitás az 1978. július 17-én történt, és akkor még csak két medencével nyitott a Vadas, mégpedig a mai Relax medencének a helyén található akkori Delfin medence, amelyik a gyerekeket, illetve a fiatalabb korosztály célozta meg, valamint az úszó medence. 1983-ig további fejlesztésekre került sor, kialakítottak szálláshelyeket, két további medencét, egy gyerekmedencét, illetve a csillag medencét, és egy sportpályát is, amely a jelenleg Pezsgő medence, tehát a Csillag és a Relax medence helyére került, vagyis akkor még ott kapott helyet. Újkori történetünk 1996-ban indult, amikor is a Párkány városa végre saját kézbe kapta a termálfürdőt, és egy Vadas Kft-t alapított, amely 100%-ban jelenleg is városi tulajdonú. Csányi Károly vezetése alatt még 1999-ben nyitotta meg kapuit a fedett uszoda, majd a 2000-es évektől indult meg igazán a nagy léptékű fejlesztés, Gyetve Miklósnak köszönhetően. 2002-ben egy új modern büfésor épült a főpénztárral szemben, valamint a már említett röplabda helyére egy 400 négyzetméteres pezsgő medence került. 2003-ban került átadásra a termál szálloda 47 szobával, konferenciahelyiségekkel és étteremmel, valamint 2005-ben egy nagy beruházásnak köszönhetően az akkori kaszárnyák helyére épültek, vagyis azok területén épültek meg a West End apartman házak, ekkor adtuk át az új kibővített parkolót is, valamint a fedett utcoda mögött egy ülő medencét. 2006-ban a fedett uszodát szaunával bővítettük, meg 2008-ban az uszoda átesett egy felújításon, ahol egy modern szellőztető rendszert is kapott, valamint a belső terek kerültek megújításra. 2010-ben az egykori betonrész helyére mindenhol térkő került, így a teljes medencetér új felületet és egy kicsit új arculatot is kapott, valamint ekkor kezdődtek meg a medencék korszerűsítései. 2006 óta egyébként cégünket Vogenbuch Endre vezeti, így már minden, ami ezután történt, végül is az ő keze munkája, illetve az ő segítségével történik. 2010-ben tehát a felújítások a medencéknél is megkezdődtek, ugye nem készültek új medencék, hanem a régi medencéket újították fel, korszerűsítették,
2010-ben a Relax medence, az akkori Delfin gyerekmedence volt az első ilyen, amely akkor még inox felületet kapott, egyébként azután már fóliás medence felújítások történtek. 2011-ben nyitottuk meg a csúszdaparkot, akkor 4 csúszdával, és ebben az évben már új pénztár is várt a vendégeinket. 2012-ben a csillagmedencét újítottuk fel, ahol nem csak egy fólia felületet kapott a medence, hanem több élményelemmel is bővült. 2013-ban teljesen megújítottuk a lakóparkot, az akkori faházakat megszüntettük, és új korszerű stúdiókat és apartmanokat építettünk a helyére. Az ezt követő évben, 2014-ben egy csúszdával bővítettük a csúszdaparkot, illetve új főrecepció fogadta a szállóvendégeket, azóta is ez működik, és a gyerekmedence is megújult. A gyerekmedencébe szintén egyébként rengeteg élményelem került be, csúszdák, egy vízágyúk és egy játszóvár is. 2015-ben a Gold turistaház került felújításra, és a kempinget bővítettük, illetve felújítottuk. A kemping különlegessége egyébként az, hogy mintegy 200 méterre található a medencetértől, és ez igazán egyedülévé teszi gyakorlatilag egy kemping, amely egy akvaparkban kapott helyet. 2016-ban elkészült egy multifunkcionális sportpálya, műfüves focipályával, teniszpályákkal, tollaslabdapályával és streetball is játszható itt, és ami aztán ezután következett, ez a termálszálloda korszerűsítése, modernizálása és kibővítése volt, hiszen bár maguk a munkálatok már 2016-ban megindultak, először a szobákat érintette, a konferenciahelyiségeket, illetve a közösségi tereket, 2017-ben indult a wellness központ építése is, amelyet 2018. január 26-án adtunk át, egy összességében 900 négyzetméteren kínál szórakozási lehetőséget, és nem csak a szállóvendégeknek, hanem külsős vendégeknek is nyitva áll. 2018-ban a fürdőgy ilyen csendesebb részén, a tó mellett kaptak helyet a platán apartmanok, megújult a főpénztár előtti tér, illetve utolsóként új külsőt kapott az úszómedence is. Az úszómedencénkről egyébként tudni kell, hogy versenymedence, és ezáltal nemzetközi és belföldi úszóversenyeknek is helyet ad a mai napig is. Az utolsó nagy beruházás 2019-ben kezdődött, 2020-ban adtuk át az Oázis medencét, amely 1100 négyzetméteren kínál nem csak fürdőzési, de szórakozási lehetőséget, hiszen számos élmény elemmel bír, lassú folyó, gyors folyó is található magában a medencében. Ugye ez pont egy ilyen faramúci helyzet volt 2020-ban, hiszen a covidos évben fejeztük be magát a felújítást, a legnagyobb lezárások közepette, de nagyon örülünk, hogy legalább a nyári szezonban tudtunk működni, és a vendégeinknek valami újdonságot tudtunk kínálni. Amikor pár szóval kell jellemezni a fürdőt, én mindig azt szoktam mondani, hogy egy város a városban, mert tényleg óriási területen, és nagyon-nagyon sok mindent kínál, de amikor egy pici szlogent kellett alkotni, akkor a 13 medence, 6 csúszda, 1000 élmény mellett döntöttünk, és ez nincs, vagy nem véletlen, hiszen nem csak medencéket kínálunk, és nem csak fürdőzési lehetőséget, bár abból is van éppen elég. A fő medencetéren, ami az egykori medencetér volt, található az úszómedence, a pezsgőmedence, a relax és a csillag élménymedencék. A következő helyszínen pedig a gyerekmedence, a hullámmedence, ami egyébként Szlovákia legnagyobb medencé 3800 négyzetméternyi vízfelülettel, az oázis új élménymedence és a pihenőmedence a fedetuszoda mögött, ami egyébként nyáron nudista napozóként működik. Beltéri medencénk összesen 5, található a fedetuszodában 2, az új wellness központban pedig 3 élménymedence várja a vendégeket. A már említett csúszdapark ingyenesen használható egyébként minden vendégeinknek, és most már ugye 5 csúszdával várja a látogatókat. A szórakozási lehetőségek kínálat egyébként nem ér véget a csúszdaparkban, hogy csak a legnépszerűbbeket említsem, a Vadasban található tavon és annak környékén lehetőség van végbortozásra, csónakázásra, vízibiciklire,
egész éves horgászatra, ami egyébként picit besegít az egész éves kínálatunkba, hiszen a Wellness Termál csomagajánlatai között többek között egy horgás csomag is található. A szigeten pedig egy kalandpark került kialakításra, amely két pályán várja az ide látogatókat, felnőtteknek és gyerekeknek is. A gyerekmedence mellett játszótér is található, légvárak, bagikocsik és sok-sok minden más is. Aki pedig nem csak egy napon át szeretné élvezni a vadas szolgáltatásait, arra egy wellness szálloda, apartmanok, faházak, turistaház és kemping is vár. Összesen egyébként kicsit több mint 3000 főt tudunk elszállásolni a vadas területén, nem csak a Vadas Kft. Saját szálláshelyein, hanem szolgáltatásként kínálunk magánvállalkozóknak, harmadik félnek szállás lehetőség kialakítására helyet, és ezeket aztán ők értékesítik, illetve ők üzemeltetik. Évek óta igyekeztünk nagy figyelmet fordítani arra, hogy vendégeink a fürdőzésen túl valami más élménnyel is gazdagodhassanak, és több programot is szervezünk, nem csak a fürdő területén, de évek óta támogatjuk a városi rendezvényeket is. A termálfürdőben animációs programokat tartunk a gyerekeknek is, nagyoknak egyaránt, akvazumba, illetve medence melletti koncerteket, illetve fellépéseket szervezünk, nem csak a kicsiknek, de a nagyoknak is. Ami az együttműködést illeti, és picit most már majd rátérek a másik oldalra, amire a vadas, vagy a konferencia témája. 2012-ben szerveztünk az esztergomi Akvaszigettel közösen egy strandlabda és strandfoci bajnokságot, ami tulajdonképpen két helyszínen zajlott, az esztergomi fürdőben és a Párkányi fürdőben egyszerre, de a hivatalos kiértékelésre Esztergomban került sor. Itt nemzetközi csapatok is részt vettek, és nagy sikere volt, nagyon remélem, hogy a közeljövőben meg tudjuk ismételni. Lett egy csapat része a vadas. 2020-ban megalakult a Sturovo Parkon területi idegenforgalmi szervezet, amelynek a vadas is alapító tagja, és amelynek egyébként én vagyok az ügyvezető igazgatója. Ezáltal beolvasztottuk, egy olyan csapat része lesz a vadas, illetve nagyon remélem, hogy aktív tagja, akik nem csak a város turisztikai kínálatával, de annak környékét is felügyeli, illetve népszerűsíteni fogja. Nagyon remélem, hogy aztán a hosszú távokban majd sikerül a fejlesztésben is részt venni. Jelenleg már aktívan együttműködünk az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft.-vel, és nagyon remélem, hogy elég látványos gyümölcse lesz majd közös munkánknak az őszi, vagy az ősszel megszervezendő Mária Valéria híd átadásának 20. évfordulója alkalmából megszervezett hídünnep is, ahol nem csak a Sturovo Parkon, de majd a vadas is hozzá tud járulni valamilyen formában. Mivel ez a szervezet még nagyon friss, és csak most alakult, ezért nagyon nem tudunk még olyan eredményeket felmutatni, hogy veszünk részt a nemzetközi kapcsolatokban, a nemzetközi projektekben, de már igyekszünk az Interregnek is részei lenni, és nagyon remélem, hogy aktív tagjai lehetünk majd. Köszönöm szépen a figyelmet, és a Vadas Termál SZK-n további képeket, videókat, illetve még több információt találnak majd fürdőnkről. Köszönöm nagyon szépen! Köszönjük szépen! És ha van kérdés, akkor természetesen várom. Köszönjük szépen Líviának az élménydús beszámolót, és biztos vagyok benne, hogy vendégeit tényleg ezer élménnyel meggazdagodván térnek majd haza. Én azt gondolom, hogy tartalma szakmailag értékes előadásoknak voltunk szem és fültanúi. Nem tudom, átadnám a budapesti művelődési központnak a szót. Dániel, Krisztián. Mi is nagyon szépen köszönjük mind a négy előadónak az értékes előadását. Nagyon sokat tanultunk tőlük, azt kell, hogy mondjam, sokat jegyzeteltünk itt menet közben. Dániel... Igen, még mielőtt a Dánielre rátérnénk, szeretnénk megkérdezni, hogy a közönség soraiból
van-e bármiféle kérdés, hozzászólás, meglátás, amit szeretnének föltenni, és a előadóink azokra tudnának válaszolni. Ez lenne az első lépésünk. Egyelőre nem látok kész feltételt, vagy bármilyen hangot a nézők közül. Lehet, hogy hát ahogy az lenni szokott, még egy kis időbe telik, egy percben, másfél percben, mire összeszedik az erejüket. Én egyetlen, illetve hát két kérdésem lenne, hogy egy picit olyan hangulatba hozzuk a kérdezőket is. Először is a német Lívia említette, illetve az előadásában szerepelt, hogy a Vadas Thermal Resortnak a látogatói számában azt a pie chartot azt láttuk, és ott 4% szerepelt a magyarok neve mellett. Tehát az a mondás, azt mondjuk, ez 2019-es adat, ha jól emlékszem, hogy a magyar látogatók száma 4%. Kérdésem az lenne, vagy kérdésünk itt az lenne Budapestről, hogy mi lehet ennek az oka, és mit lehet annak érdekében tenni, hogy ez a szám ez növekedjen adott esetben? Igen, ez az elszállásolt vendégek számát illeti, és mivel ugye elég nagy vendégészakáról beszélünk, ezért ilyen pici a szám egyébként magában a termál szállodában, hogyha készítenénk ugyanezt, akkor ott azért már lényegesen nagyobb. Egyébként volt egy régi prezentáció, ami sajnálom, hogy nincs itt most nálam elkészítve, vizsgáltuk az euró bevezetését a magyar vendégek számához képest, és ott bizony egy lényegesen nagy visszaesést tapasztaltunk, miután az euró bevezetésre került, és sokakat úgymond eltántoríthat magától. Nincs egyébként jelenleg a birtokomban olyan adat, ami megmutatná a napi vendégek számát. Egy nagyon régi adatot tudnék a másik gépemen most gyorsan előkeresni, hogy a napi vendégek számában hogy alakul a magyar részvétel. Ott egyébként egy picit több, de meglepő módon nincs sok magyarországi vendégünk, és ennek egyik oka az egyébként, hogy határvárosként ezért ott van az a lehetőség is, hogy ha már valaki úgy dönt Magyarországról, hogy ugye átlépi a határt és szeretné megismerni az országot, akkor nyilván nem az első városban fog megállni, hanem egy picit tovább megy. Úgyhogy ez is okozhatja magát azt. A második pedig az, hogy azért én emelem kalapomat a magyarországi termálfürdők előtt mindig is, hiszen velük konkurálni azért az egy ilyen méltóságos harc. Igen, nagyon szépen köszönjük a választ. És a második kérdés, ami fölmerült itt bennünk, hogy lehet, hogy érdemes lenne, nem tudom, hogy kinek mennyire szeretne erről beszélni, tehát a belépők ára. Milyen belépő árakkal operálnak a mind a négy előadót kérdezem ezen a ponton tulajdonképpen, hogy itt azt beszéltük az igazgatóról, hogyha valakinek kedve lenne, akik hallgatnak minket, vagy később meghallgatnak minket, elmenni bármelyik helyszínre, akkor nagyjából mire készüljenek itt? Elsősorban az anyagi vonzatokra gondolunk. Nem tudom, ki szeretne kezdeni esetleg, Szűrcs Ildikó? Igen. Szívesen kezdem. Ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, ez a belépő ár. Mi a történelmi fürdőink kapcsán, a Széchenyi meg a Gellért fürdő kapcsán folyamatosan nézzük azt, hogy egyébként az európai történelmi fürdők belépő árai hogy alakulnak. Ugye nyilvánvalóan miután ez a két fürdőnk a turizmusra épült, nekünk jó lehetőségünk van arra, hogy a nemzetközi ár színvonalhoz viszonyítsuk magunkat, és azt kell, hogy mondjam, hogy a, mondjuk az európai történelmi fürdőknek a belépő áraiban az 50-től fölfelé, 50 eurótól fölfelé lévő árak sem ritkák. A mi áraink ehhez képest rendkívül szociálisak, és nem véletlenül volt nagyon sok külföldi. A Széchenyi fürdőben és a Gellért fürdőben is 6 és 7 ezer forint közötti áraink vannak. Tehát, hogyha valaki most ezt euróra fordítja, az a mostani euró árfolyamon ilyen 18 eurós ár. Tehát nagyon-nagyon jelentős a különbség.
Nyilván a mennyiség és a minőség az egy érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy a korábbi időszakban egy túltelített Széchenyi és Gellért fürdő volt, tehát a vendégek száma már az élmény rovására ment, tehát mi sokkal inkább abban gondolkodunk, hogy kevesebb vendég, de egy vendég többet költsön el a fürdőben, többféle szolgáltatást vegyen igénybe, akár a jegyárak is ehhez igazodjanak. Ugye nálunk, nem tudom, a szlovák kollégák talán nem tudják, hogy van egy Budapesten egy úgynevezett Zsigmondi kártya, amely Zsigmondi kártya 5000 forintért megvásárolható, és aki rendelkezik ilyen kártyával, magyar, nyilván magyar vagy budapesti lakos, az 50%-os belépő árral tud bemenni a Széchenyi, a Gellért fürdőbe, és tavaly ezt kiterjesztettük a Rudas fürdőre is. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy a fővárosi és egyébként mondjuk tegyük föl szociálisan érzékenyebb vagy kevésbé fizetőképes magyar keresletet is megpróbáljuk a Széchenyi vagy a Gellért-fürdő irányába bevinni, akkor ezt a megoldást alkalmaztuk. Még egy dolgot azért szeretnék elmondani, és ez tapasztalat, hogy persze egy nagyon erős percepció alakul ki. A magyar lakosságban benne van az a percepció, hogy a Széchenyi és a Gellért drága, és például tavaly, amikor a pandémia után megnyitottunk, a pandémiás helyzettel meg tudtunk nyitni júliusban, akkor 50%-ra levittük az árakat, és azt kell mondjam, hogy a magyar vendégek száma nagyságrendileg nem változott. Tehát ahogy 400 körül volt az állandó vendég, a magyar vendég a Széchenyiben, ez megmaradt azon a szinten. Nagyon-nagyon lassan tudott növekedni. Tehát én azt gondolom, hogy persze még egyszer a nyugat-európai árak is nekünk fontosak, mert ha turizmusra épülünk, és hát azért nagyon komolyan ugye ezeket a fürdőket fent kell tartani. Tehát ezek a Széchenyi fürdő és a Gellért fürdő is hihetetlenül komoly fenntartási költséget jelent. Kiszolgáló személyzet, kollégák bére, annak a folyamatos növekvő színvonala, nyilván a műszaki része a dolognak, tehát nyilván a kettő között kell valamilyen egyensúlyt találni. A kisebb fürdőink, a strandok ott ilyen 2000 és 3000 forint körüli belépő árral számolhatunk. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Tamás, Somogyi Gábor, Németh Lívia. Tamás, mozdulsz, parancsolj. Köszönöm szépen. Hát én most gyorsan felismertem a legfrissebb adatokat, megnéztem a fürdő honlapján, de ugye az alapáraknál lehet azt mondani, egy kicsit borsos, hiszen 4400 forint a normál felnőtt belépő ár, de nagyon sok kedvezmény van, tehát én azt gondolom, hogy megtalálja mindenki a neki való belépőjegyet. Ugye pontosan 2019-ben szűnt meg a zónákra bontása a Büki gyógyfürdőnek. Ugye addig különböző zónajegyek voltak, különböző árakon. Most a fürdő belépő van, ami érvényes strandra, élményfürdőre, mindenre. Ahogy néztem, a legdrágább jegy, felnőtt jegy az a 4400 forint, ugye ez kiegészíthető a szaunajeggyel, de van különböző VIP csomagok, amiben olcsóban tudják. Tehát olyan az alap belépő 12,3 euró környékén van, hogyha azt vesszük, ami én azt gondolom, hogy ismerve Sárvár, ismerve Zalakaros belépőjegy árait, ahhoz szerintem olyan nagyjából egy sávba esnek, és nem is szokott vele nagyon, tehát én nem nagyon láttam, hogy gond lenne belőle. A nyugdíjas jegyek árának a jobban mérséklését, azt keresték a kedves vendégek, de hát ugye van egy önköltségi ár, amire azt gondolom, hogy egy fürdő nem mehet alá, és honnan nem szoktam észrevenni, hogy nincs kihasználva a fürdő, főleg a nyári időszakban. Azt elfelejtettem mondani, hogy tényleg nem akarom vezérigazgató úr kenyerét elvenni, hiszen az ő része, hogy bemutassa a fürdő, de ugye egy nagyon nagy területen árnyas fákkal. Tehát én nagyon szeretem bükkfürdőt egyébként, és nem azért, mert itt dolgozom, hanem főleg, amik kisebbek voltak a gyerekeim, én nagyon szeretem idejönni, mert biztos, hogy nem égett le.
a parton. Nagyon sok változás van a fürdőben, ugye most alakulnak ki a szolgáltatások, ha jól tudom, most lesznek egy a nyitás előtti nagy kampány, és most fog indulni, nem tudom abban mi fog beletartozni, mi nem tájékoztatott minket a vezérigazgató úr, az biztos, hogy a vendéglátás is például bekerült a fürdőbe, ami azt gondolom, hogy hosszú távon a jegyek vagy szinten tartására, vagy egy icipici mérséklésére. Itt is tavaly volt egy kicsi mérséklés, ugye a strand időszakban ezt nem lehetett észrevenni. Ugye tavaly a pandémia mellett legalábbis itt Nyugat-Magyarországon az is bejött, hogy egy nagyon rossz júniusunk volt. Tehát egy nagyon hideg júniusunk volt, alig működött a strand. Hát remélem most, hogy meg lehet nyitani a fürdőknek, akkor már pünköstkor berobban a jó idő, és nyitva lehetnek. De még egyszer én azt mondom, látva az árakat, és mondjuk látva összehasonlítom mondjuk a balatoni árakkal, én azt gondolom, hogy Bükkfürdő is egy megfizethető és versenyképes ár stratégiát folytat, amellett is, hogy figyelnek a családosokra, főleg a nagy családosokra. Köszönöm. Köszönjük szépen Tamásnak, Tóth Tamásnak Bükkfürdőről. Somogyi Gábor, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót. Én egy rövid felvezetéssel kezdeném a szlovákiai fürdőzésével kapcsolatban. De szerintem a magyar gyakorlatilag óriási szórás van. Tehát egy strand... Nem ugyanazért, de ezt az északi akvaparkok bevezették körülbelül 5 évvel ezelőtt, hogy gyakorlatilag ők ilyen 20 eurón egységesítették Tatralandia, Besenyová és Aqua City Poprán, tehát három nagy látogatottságú fürdő, többé-kevésbé, hogy mondjam, ilyen nem hivatalos megegyezés kötött és felvitte az árakat egy olyan szintre, ami addig elképzelhetetlen volt Szlovákiában is, tehát itt a budapesti 18 euróhoz képest ők szemrebben és nélkül a 28-at ma elkérik. Szakadék van például a dél-szlovákiai és az észak-szlovákiai fürdők között. Itt ugye jóval nagyobb a konkurencia is, tehát nekem van egy ilyen kis képem, ahol az 50 kilométeres körzetét mutatom Dunaszerdahelynek, és 30 különböző fürdőt, vagy wellness hotelt, vagy valamit lehet megszámolni, ami hasonló lehetőséget nyújt a látogatónak, tehát óriási a konkurencia, és az árakban is meglátszik. Úgyhogy itt a déli részen ilyen 10 eurókról beszélünk maximum. Konkrétan nálunk a legdrágább jegy, ugye ez elhangzott, az 10 euró. Csak hát, hogyha üzemeltetői szemmel nézem, akkor egy dolog a legdrágább jegy. Én a saját létesítményemre tudom mondani, hogy ilyen típusú jegyet a vendégek kb. 5-6%-a vált. Tehát ennyire mérvadó a legdrágább jegy. Hiszen annyiféle kedvezmény van, nekünk is van helyi kedvezmény, a dunaszerdaiak eleve 40%-ot fizetnek, a diák kevesebbet fizet, a nyugdíjas, a csoport, a rövidebb időtávú jegy, ugye nálunk van 3 órás jegy, ez mind valamilyen szinten kedvezménynek minősül, és a realitás az az, hogy az átlag jegyárbevétel az valahol a 6-7 euró környéken tud lenni nálunk, tehát a legmagasabb ár az tényleg nem mérvadó ebben a mixben. Ami még itt az árképzéshez hozzá, vagy elhangzott és hozzá tartozik, hogy ugye merre fog ez mozogni nálunk, egyértelműen kijelenthető, hogy ezek az árak gyakorlatilag most egy stabil növekedésbe fognak kezdeni, a helyzetnek köszönhetően is, és annak köszönhetően is, hogy a kormány nagyon erőteljes minimálbér növekedési programot indított, és minden évben, mi az utóbbi 5 évben azt tapasztaltuk, hogy a fejlesztéseknek és egyéb dolgoknak köszönhetően egyrészt több munkaerőt kellett alkalmaznunk, másrészt ennek nagyon jelentősen növekszik a költsége. Tehát mi az elmúlt 5 évben átlagban 25%-os bértömeg növekedést produkáltunk, és mivel ez messze a legnagyobb költsége a fürdőnknek, tehát tényleg a következő az mondjuk, hogy a 15%-a, a második legnagyobb költségünk a villanyköltség, az a bérköltségnek a 15%-a. Egy ilyen jelentős bértömeg növekedést egyszerűen nem lehet lenyelni, és szinte éves szinten le kell követni áremeléssel.
Köszönjük szépen Somogyi Gábornak, a Duna Szerda Héttermál Park igazgatójának, és akkor Németh Liviát is meghallgatnánk. Köszönjük. Igazgató egyébként remekül elmondta, és igazából csak követni tudom ugyanazt, hogy mi az, ami befolyásolja nálunk az árakat. A Vadasban egyébként 10,5 euró a felnőtt jegy, de itt igazából az a kérdés, hogy mit tartalmaz maga a jegy, ugye nálunk nem csak az összes medence használatát, de a csúszdaparkot is, illetve az ingyenes parkolást is tartalmazza ez a jegy, jegyár, tehát ez a 10,5 euró, ez ilyen 3700 forint jelenleg, azt hiszem, és elég szép spektrumot kap, úgymond a vendég, hogy mi mindent használhat ezért az árért. Ebben az évben egyébként szinte biztos vagyok benne, nem várható áremelés, de éppen az energetikai és a többi áraknak, illetve maguknak a bérköltségeknek az emelkedése elhozza azt az időt, amikor azért egy picit majd bele kell nyúlni ebbe az árba. A másik pedig az, hogy milyen vendéget szólítunk meg ezáltal, és ezt igazából nem is a napi fürdőnél, tehát nem is a kültéri medencéknél látjuk, hanem a wellness szolgáltatásoknál, ahol volt egy árszint, ami alá nem szerettünk volna lemenni, amit nem csak a helyi wellness központok, de akár épp az esztergomi, illetve visegrádi árak is alakítottak. Egyébként a wellness központ belépő is 10 eurónál kezdődik felnőttenként. Nagyon szépen köszönjük. És akkor még egyszer szeretnénk megkérdezni, hogy a közönség soraiból van-e esetleg kérdés az előadó kollégákhoz, valamint a hallottakkal kapcsolatban. Jó, amennyiben nincs, szeretném ezen a ponton fölkérni Marsi Lászlót, a Budapesti Művelődési Központ igazgatóját, hogy pár szóban, pár mondatban foglalja össze a hallottakat, és tulajdonképpen segítségül zárja le a jelen eseményt. Helyet cserélünk. Köszöntök én is mindenkit. Elsősorban szeretném megköszönni az előadóinknak, hogy ilyen szépen fölkészültek, és ilyen átfogó képet kaphattunk a településük, területüknek a fürdőkultúrájáról. Mi, amikor ezt az egész programot elindítottuk, mindenképpen olyan sarokpontokat kerestünk Párkány és Budapest között, amik összekötnek minket. Ez a fürdővárosok konferenciája, ez adott volt, ugye, mivel Budapesten láthattuk, hogy tényleg egy 1937 óta milyen nagy fürdőkultúra van, és hogyha a történelmet visszaidézzük, akkor ugye itt évezredekre visszamenőleg egy óriási fürdőkultúra van. És ugye Párkányban is láthattuk a prezentációt, hogy mennyire fejlődött ez az utóbbi időben, és tényleg nagyon szép a fürdő, ahogy láthattuk. Úgyhogy én bízom benne, épp a Krisztiánnak mondtam is, hogy az a 4% az biztos, hogy föl fog emelkedni egy picit a magyar látogatók részéről. Ha más nem, mi biztos, hogy el fogunk menni, és kipróbáljuk a Párkányi fürdőt. Az előadásokhoz kapcsolódva egy személyes élménnyel kezdeném, tehát én a Széchenyi fürdőben tanultam meg úszni, úgyhogy örömmel láttam a Széchenyi fürdőnek a képeit. Mondtam is, hogy én ott a szélén, ott mentem, ott próbálkoztam az első kis úszás kezdeményezéseimmel, és a Szücs Ildikó vezérigazgató asszony előadásából egy pár dolgot kiemeltem, tehát hogy tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy ez a pandémiás időszak után, amit így most egy ilyen kis bélyeg nagyságban látjuk egymást, hogy ez a sok stressz, ez a sok bezártság, ez a sok irodai munka, hogy fel tudjon oldódni. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon jó programnak látjuk, ezt a pandémia oldó
post-covid kezdeményezést, úgyhogy ezzel bízom benne, hogy minél többen fognak élni. És még egy nagyon érdekes dolgot kiemeltem, hogy ugye a belföldi látogatóknak a 80%-a budapesti, úgyhogy tényleg azt kell mondanom, hogy Magyarország nagyon jól ellátott fürdővárosokban, fürdőhelyekkel, tehát szinte már minden nagyobb városunkban van egy fürdőváros, és nagyon jól köthető ez a kulturális eseményekhez. Itt Tóth Tamás előadásából tényleg azt emelném ki, hogy ez a Pirényók is 3500 fős bükkvárosa, bükkfürdővel, hogy mennyire nagy munkát fektet abba, hogy pályázati forrásokat szerezzen, és a turizmust meg tudja erősíteni. És ugye, mint az előadás címe is jelzi, hogy ez a kultúr-wellness, tehát magyarul a kultúra és a fürdőzés az szorosan összefügg egymással, úgyhogy bízom benne, hogy nyáron el tudunk látogatni valamelyik rendezvényetekre is, úgyhogy ott is kipróbáljuk a fürdőket. És a szlovák kollégáknál is több dolgot emeltem ki, tehát Somogyi Gábor előadásában nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy majd lehet, hogy szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, hogy tényleg itt a Győr és Dunaszerdahely közötti fejlesztések hogy alakulnak. Ezt erre majd mindenképpen kitérünk a jövőben is, és nagyon gratulálunk ahhoz, hogy egy ekkora fejlesztéssel ment végbe a fürdőváros. És még egy dolgot kiemeltem, hogy itt láttam, ez a Linz és Szekszárd-Krumlov között is, mint példaértékű projekt, erre is majd kíváncsiak leszünk, hogyha erről van majd bővebben anyag, akkor mindenképpen erre is szeretnénk rávilágítani. És akkor Németh Líviánál, ugye, ahol hát egy történelmi áttekintést láttunk itt a Párkányi fürdő kapcsán. Itt is gratulálni szeretnék, mert tényleg egy akkora ívű fejlesztés ment végbe itt a Párkányvárosban, hogy na, csak gratulálni tudunk, és a egyik mondatával a város a városban zárnám én is ezt a mai konferenciánkat, hogy tényleg a fürdőknek akkora fontos szerepe van a városokban, hogy az is egy város a városban, tehát vannak olyan városlakók, akik szinte minden nap használják a fürdőket, úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben újra látogathatók lesznek a fürdők. És szeretnék még köszönetet mondani a Rábavág korlátolt felelősségű európai társaságnak, mert ők fogják össze ezt az egész Interreg szlovák-magyar programot, melynek mi is a részesei vagyunk, és a következőben szeretnék egy kis ajánlót is tenni, tehát a következő programunk a Fonó Budai Zeneházban lesz, egy kétnapos folklór fesztivál, ahol szlovák és magyar fellépők fognak legközelebb fellépni, ez május 15-én és 16-án lesz, úgyhogy figyeljék a felületeinket, és még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt. És a párkányi kollégáknak is nagyon köszönöm, hogy így összefogták ezt a mai napot. Köszönöm, viszontlátásra. Viszlát, köszönjük. Viszlát, köszönjük. Viszontlátásra. Viszontlátásra, minden jót mindenkinek. Köszönöm szépen, sziasztok, viszontlátásra. Viszontlátásra, nagyon szépen köszönjük még mindenkinek, aki részt vett.